Ritkán fordul elő, hogy véleménykülönbséggel lennénk a pólóink szerzőivel, sőt a mai szerzőnkkel nem csak hogy vélemény azonosságon vagyunk, hanem ráadásul a kommentje a mai adásunkra is áll, ugyanis nem csak a nemzetközi karvajtőke, hanem bizony a hazai pasztilla árusok is keserítik az életünket és a demokráciáinkat. Erről lesz szó a mai adásban. Súlykoljat hosszú éveken keresztül, hogy aki pasztillákkal akar tömni, az maga a patás ördög, eközben árulj pasztillákat. Nagyjából ennyi a titka Lenkei Gábor üzleti sikereinek. A módszerrel bőven milliárd forint feletti árbevételre lehet szert tenni, ráadásul Lenkei cégcsoportja erős szálakkal kötődik a nemzetközi paraegyházhoz, a szientológusokhoz. A mai napon a koronavírus járvány vámszedőről készülő mini sorozatunk második részét mutatjuk be. Az első epizódban Gődény György közpénzeltüntető rablópárt nepper koronabizniszét ismertettük, és bár látszólag nincs összedolgozás Gődény és Lenkei között, áttételesen mi mégis találtunk egy érdekes kapcsolódást kettejük között. Lenkei szemben a 2018-as országgyűlési választási kampányban országos, bár eléggé kétes értékű ismertséget szerző Gődénnyel, régi motoros a sarlatánság országútján. Amennyiszer csak az elmúlt 30 évben felütötte a fejét valami veszélyesebb, vagy annak ígérkező ragály, ő is felbukkant, és minimum csodát ígért. Legutóbb a saját Facebook oldalán sokkolt, azt hangoztatva, hogy szívesen megmártózik akár egy koronavírussal teli kádban is. Akkor sem lesz baja. Miután a mondás sokaknál kiverte a biztosítékot, okkal, a poszt lekerült az oldaláról. A médiában azonban sok helyen megmaradt a híre, sőt, mémesült is a mondás. Az évtizedes archív print újságokkal nehezebb az orvos végzettségű Lenkei dolga. Bármennyire is igyekezne, a könyvtárakból képtelenség kiretusálni a múltat. Jobb is, hogy így van, mert eléggé erős volt az Andréja. 92. júliusában egy országos hakni állomása kép két fiatal orvos, hősünk, illetve kollégája, bizonyos Szikra Tamás, az akkor a magas életcsúcsát jelentő budapesti fórum szálában tartott sajtóértekezletet. Bejelentésükkel nem szerényebb dolgot állítottak, mint hogy képesek gyógyítani az akkori idők egyik legveszélyesebb fertőző betegségét, az écet. De vajon miképpen? Szikra doktor így ismertette a részleteket. A gyógyítás első fázisában napi 3,5-4 óra szaunázással, valamint vitaminok és nyomelemek bevitelével és hidegen préselt növényi olajokkal kezelik a betegeket. Ez utóbbira azért van szükség, mert a toxinok a zsírhoz kötődnek, és ezért le kell cserélni a rossz zsírt jó zsírra. Mindez 2-4 hétig tart, és egy megfelelő mozgáskúra hatására a mérgeket rendkívül büdös szak kíséretében kiizzadják. Majd a vér, a vizelet és a haj vizsgálatával megnézik, hogyan tér el a betegnek az elektromágneses mátrixa a normálistól. Ezután napi 5x4 csepp desztillált vizet kapnak. Ez csupán hordozója az elektromágneses térnek, amellyel hatni akarnak a szervezetükre. A betegséget ugyanis, és ezt már Lenkei doktor fejtegette, nem vírusok és nem baktériumok okozzák, és már ekkor felnyergelte későbbi kedvenc veszőparipáját, a hivatalos egészségügyi ostorozását, miszerint a hivatalos medicinai tünetek elnyomásával, a megbetegedett szervek eltávolításával gyógyít. Ah! Desztillált víz, mátrixszal és izzadással gyógyítani a HIV pozitívokat, oké. Az ember azt gondolná, ez az eleje és úgy nagyjából a vége is egyben egy karriernek, és pár szerencsétlen, zavarodott figurán kívül senki, de tényleg senki nem veszi többé komolyan az illetőt. Legfeljebb az erre hivatott hatóságok, amennyiben behelyezik a delikvens orvosi diplomáját az irat megsemmisítőbe. Ezzel szemben az történt, hogy a hatóságok időről időre bepróbálkoztak ugyan, de hosszas pereskedés után mindig Lenkeiék arattak győzelmet. Az orvos nevével fémjezett alapvetően vitaminokkal kereskedő cégcsoport jelenleg milliárd feletti árbevételt produkál, ami nem kis kunszta az étrend kiegészítők mindösszesen 40 milliárdosra becsült piacán. Izgalmakat ígért tehát a mai adásunk is, én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Napi Partizán, kezdünk! A miskolci születésű 59 éves Lenkei Gábor 1986-ban végezte el az orvosi kar Debrecenben, kutatóorvosként, majd belgyógyászati és szülész-nőgyógyászati szakterületen is dolgozott a Címisvárosban. Ő maga úgy mondja, akkor hagyott fel a gyógyítással, amikor megértette, hogy, idézem, az orvosképzés fölötti uralmat egy olyan érdekcsoport vette át az 1900-as évek elejétől kezdve, amely nem érdekelt abban, hogy az emberek egész életük során teljes, virágzó egészségben éljenek. Ez az érdekcsoport pedig nem más, mint az úgynevezett gyógyszermaffia. És innen nincs megállj.
könyvei, előadásai és immár saját csatornáján nézhető videói is variációk a témára, méghozzá egy életmód coachba öltött paranoiás kommentelő stílusában. Beleolvasva ugyanakkor követői megjegyzésébe, akár a friss posztok alatt, akár régebbi, még online fórumos időkből felelhető vitákban, kimondható hősünk lelkes és olykor harcias rajongó csoport ovációja mellett tevékenykedik, akiket ezúton is szeretettel üdvözlünk és várunk a komment szekciónkban. Csak annyit kérünk, hogy előtte nézzék végig a videó egészét. Vannak ugyanis néhányan, a Facebookon több mint 200 ezeren követik. Hírnevét és ismertségét pedig nem kis részben azzal is alapozhatta meg Lenkei Gábor, hogy a 2000-es években még a köztelevízióban is oszthatta az észt bármifajta kontroll nélkül. A ráknak a mai hagyományos orvosi megközelítése műtét, kemoterápia, sugárkezelés, esetleg hormonkezelések csúfos kudarcot vallott. Ezt minden orvos tudja, mindenki tudja. Lehet kozmetikázni a dolgokat, de ez egy nagyon nyilvánvaló dolog. De azért vallott kudarcot ez a terápia, vagy ez a megközelítés, mert a rák egy veszedelmes, erőteljes valami, óriási tévedés. A rák buta, gyenge, idióta, úgy lehet mondani, hogy ha mellé csapok, meghal. Csak rosszul kezelik. Mégis legyőz szervezeteket. Ne. Majd mindjárt rámegyünk erre, mert ez úgy tűnik, hogy legyőz szervezeteket, de a rák le van írva minden orvosi tankönyvbe, buta, gyenge, életképtelen. Hát a B17 vitamin megöli. A rák el tudja azt képzelni, hogy valakinek egy betegség előnyt jelent? Felmentést, aha, nem kell bemenni dolgozni, egy lehet kicsit jobban figyel rám a környezet. Aha. Na, ezt nem én mondom, a napnál világosabb. A rák megoldás egy megoldatlan problémára, nem maga a probléma. Rák buta, gyenge, életképtelen. A rák nagyon könnyen legyőzhető, még a vitamin is elpusztítja a ráksejteket. Teljesen felesleges, gyilkos mérgeket adni. Oké, most nyilván mindenki arra gondol, hogy rendben, egyszer ez lement a televízióban, nyilván tanultak a szerkesztők a hibából, és többet a közelébe nem engedték a nyilvánosságnak. Egy frászt! Pár hónappal később újfent önkényes szakértőként onthatta a válogatott gyilkos marhaságait magából, bárminemű riporteri visszakérdezés vagy kritikai észrevétel nélkül. Ez egy zűrzavaros terület, és maguk az orvosok és a pszichiáterek, pszichológusok tették zűrzavarossá. Azért izgalmas ez, mert amerikai kutatók megcsinálták azt, hogy hiperaktívnak minősített gyerekeket nagyon egyszerű terápiának vetettek alá, néhány hétig megvonták tőlük a rengeteg adalék anyagot tartalmazó élelmiszereket. És a túlnyomó többségüknél a hiperaktivitás, amit már majd csak betegségnek diagnosztizáltak, megszűnt. Ugyanígy a hiperaktivitás nagyon jól kezelhető vitaminokkal, például B1 vitaminnal. Tehát én kijelentem, és ezzel szembeszállok, tudom az egész szakmával, de tudom, hogy nekem van igaza. Melyik szakmával? Az orvosi? Az orvosi szakmával, pszichiátriával, pszichológiával ebből a szempontból, és a gyógyszeriparral is. Hiperaktivitás, mint valódi, tényleges betegség nem létezik. Úgyhogy bűn a gyereket gyógyszerrel kezelni. Ez az én véleményem, mint orvosnak. Találtam egy újabb adatot, az Amerikai Egyesült Államokban csináltak egy vizsgálatot, amely szerint a gyógyszerek, mint stressztényezők okozta elhalálozás. Ma már a fő halálokok listáján a harmadik. Mondjuk közel... sorba, hogy milyen halálokok vannak. Jó, tehát a szívérendszeri betegségek a rák után a harmadik, a gyógyszerek okozta, gyógyszer mellékhatások okozta elhalálozás. Közel 200 ezer ember évente. Az előző felvétel 2006-ban készült, a Lenkei által vizionált halálozási statisztikák pedig egyszerűen nem léteznek. Ezt könnyen ellenőrizhetjük, ugyanis az USA egészségügyi statisztikáért felelős országos központjában elérhetők a 2006-os, vagyis a felvétel idején hatályos statisztikák. Ezek alapján a szívvel kapcsolatos megbetegedések és a rák vezetnek a halálozási okok között, eddig stimmt. A harmadik helyen álló halálozási ok pedig egyrésztről nem 200 ezer embert, hanem szerencsére csak 137 ezer embert érint, és ez a 137 ezer ember pedig nem a gyógyszerek nem kívánt hatásai miatt haltak meg, hanem légzőszerű megbetegedések okán. Lenkeit ez ugyanakkor nem gátolta semmiben, a példát majdnem 15 évvel később, 2020-ban is bőszen alkalmazza. A közlemény az Amerikai Orvosok Szövetsége által kiadott orvosi magazinban jelent meg, a lap neve, a szövetség angol nevéből adódóan,
Journal of American Medical Association, röviden JAMA. A labban azt közölték, hogy ez a szám, az imént ismertetett feltételekkel számolva, az Amerikai Egyesült Államok kórházaiban meghaladja a 130 ezeret. Bár Lenkei nem linkelte be a honlapjára, mi előkerestük ezt a lapszámot, ami valóban létezik a JAMA honlapján, megvettük a feltehetően hivatkozott cikket, elolvastuk és elolvastattuk orvos szakértővel, és ezek alapján a következőket tudjuk mondani. Valóban létezik a jelenség, amire Lenkei Gábor hivatkozik, de nem úgy, és nem abban a formában, ahogy azt ő hangoztatja. Ez a cikk egy metaanalízis, vagyis több eredeti cikk adatait felhasználó összesítő elemzés, aminek a konklúziója az, hogy az USA-ban 1994-ben az összes halálozás 4,6%-a volt ADR-nek, vagyis nem kívánatos gyógyszerhatásainak tulajdonítható. A halottak száma nem 130 ezernél is több, hanem feltehetően, tudományos becslés alapján 76 ezer és 137 ezer között helyezkedik el 95%-os valószínűséggel. Ahogy a cikk írja, ezeket az adatokat alapul véve az ADR, vagyis a nem kívánatos gyógyszerhatás a hatodik vagy a negyedik vezető halálok lenne. Ez amúgy mindenképpen riasztó adat, de alacsonyabb, mint amit Lenkei állít. Persze, tudom, hogy erre a Lenkei fanok rögtön kontrázni fognak, hogy minek szőrözni, átlagban majdnem helyesek Lenkei számai. Csak hogy épp ez a lényege a sarlatánságának. Szimplifikál, egyszerűsít, elnagyol és átlagol. Ez nem orvoslás. Ez felelőtlen és önkényes zsonglőrködés statisztikákkal és orvostudományi eredményekkel, amelynek a végeredménye konkrét életeket veszélyeztethet. Nem mindegy, hogy 200 ezer vagy pedig a 76 ezer és a 137 ezer közötti tartományba becsülhető ember hal meg nem kívánatos gyógyszerhatások okán. Az arányok és a pontos számok iszonyú fontosak, ha nekem nem hiszed el, akkor hallgass meg magát, a pasztillamestert. Vegyünk egy példát, valaki megeszik, egy pillanat, hagyd mondjam végig. Persze, végig mondja csak. Három tölteléket tud megenni töltött káposztából is, lenyomok a torkán 1200-at, természetesen egészségi problémái lesz. Na, ebben végre egyetérthetünk. Összefoglalva, ne legyintsünk a bolond lyukra és a bolond szélre gondolva. Lenkei doktor ugyanis a kuruzsló tevékenységének forintosítása véget, részben szintén orvos fivérével, Lenkei Györggyel, évtizedek óta szövögeti céghálóját, ami jelenleg így fest. Központi vállalkozásnak az online termékértékesítő főtevékenységű Vitamin Zászlós Hajó Kft. Tűnik. Egy cégnek már felelhető a 2019-es mérlege, ami 373 milliós árbevétel mellett 52 milliós nyereséget mutat. Ugyancsak a 2018-as beszámoló érhető el a Vitaminvest Kft. Esetében, de az önmagában milliárd feletti árbevételt mutat. Szépen teljesített a Vitamin kiskereskedő egészséget mindenkinek non-profit Kft. A maga 620 milliós tavalyi árbevételével. Néhány 10 milliós forgalmat több kisebb cég is produkált, és a mások mellett a Lenkei fivérek által vezetett Jog az egészséghez közhasznú egyesület is kapott adomány címen közel 10 millió forintot magándonoroktól. Az egyesülethez tartozik, annak berkein belül üzemel a Jól Csengő nevű Táplálkozás Kutatók Tudományos Tanácsa, amit Lenkei György vezet. E titulussal a Lenkei fivér hébe-hóba közszerepel is. A téma természetesen a vitaminfogyasztás népszerűsítése. Milyen meglepő, hogy mindezt épp a Gődény György által is fémjelzett nyíregyházi rablópárt maffia köréhez tartozó Zöld Újság nevű magazinban tehette meg. Lehet, hogy nem is a rák a probléma. Lehet, hogy maga a rák egyáltalán nem probléma. Az lehet Lenkeiről, azonban ez már nem mondható el. Igen, komoly problémát jelent ugyanis, hogy nem pusztán a daganatos megbetegedések kapcsán él hajmeresztő kijelentésekkel, hanem trendérzékenysége a világjárványok esetében is megmutatkozik. Például már a 2009-es H1N1 influenza fenyegetés idején is hallatta a hangját. Ekkora nagyjából ki is forrt a módszere. Nevezd esetleg némi jogi furfanggal az állítás végére vigyeztett kérdőjellel hisztériának a veszélyt, majd helyezd a hangsúlyt az egyébként kétségtelenül fontos megelőzésre. Vagyis egyél vitamint, ennyi a titok. Nem ám mint az ész gyógyító hőskorban konkrét betegségre, konkrét bár abszurd gyógyírt ígérni. A vitamin marketing ennél egyszerűbb, mégis rafináltabb dolog. Szedjed és egészséges leszel, ennyike. Ha pedig esetleg mégsem, akkor nem szedtél eleget,
ezt a tudást akarják előled elzárni a gyógyszergyárak. Itt azonban álljunk már meg egy pillanatra. Én ugyanis, ha megfeszülök, sem értem, hogy miért folytatna Lenkei szavaival hadviselést az egyébként kétségtelenül számos okból joggal kritizálható gyógyszeripar a vitaminok ellen, amikor maguk is gyártnak és értékesítenek efféle készítményeket. Sőt, hogy a túróban ne lenne Lenkei az általa kritizált gyógyszeriparnak a része, ha egyszer ő maga is gyógyhatású készítmények forgalmazásával keresi gennyesre magát. Ezt egyéb tisztázandó kérdések mellett meg is írtuk neki, és írásban kérdeztünk a doktortól. Idézett a válaszából: nem fogok olyan kérdésekre válaszolni, amelyekre másút már megadtam a választ. Nem tartom szerencsésnek, ha így, teljesen ismeretlenül, rám ront, követel, vagy mindenféle kérdésekre válaszolja, és még dokumentumok másolatát is küldjem el önnek. Ez finoman szólva is modortalanság. A válaszadásnak egyébként még azt is a feltételül szabta, hogy nézegessük meg valamennyi videóját, és olvassuk el a Cenzurázott egészség című könyvét, akkor esetleg meggondolja magát. Lenkei úr, jelentem, mi mindkettőt megtettük, olyannyira, hogy orvos szakértünk egy 7 oldalas elemzést is írt Lenkei videóiról, erre hamarosan rá is térünk majd. Az elemzéshez felhasznált szakirodalom listáját pedig a videó alá egyesével belinkeltük, ezt Lenkei szintén elmulasztja megtenni a saját anyagai kapcsán. Mi okultunk a hibájából, egyben reméljük, hogy most már hajlandó lesz válaszolni a kérdéseinkre, és megtudhatjuk például, hogy jelenleg hol gyártják az általa forgalmazott termékeket. A Dr. Lenkei klasszikus alaptermék dobozán ugyanis csak annyi szerepel Kína, mint származási ország. Az eredet már csak azért is érdekes, mert időről időre felmerül a gyanú, hogy elképzelhető némi összjáték a Scientology Egyház Egyesült Államokbeli központjában, a floridai Clearwaterben működő szientológus kötődésű Nulab laboratórium termékei és a Lenkei vitaminok között. Adatokat azonban nem csak a fedőszervek gyűjtenek. Ő Lenkei Gábor, az egyik legismertebb szientológus. A vitamindokinak beszédett Lenkei a gyógyszeripar teleplező könyvével vált ismertté. Lenkei nemrég kapta meg a szientológusok aranyérdemérmét, amiért több mint 1 millió dollárral támogatta az egyházat. Lenkei Nagydobra ugyan korábban nem verte szientológus meggyőződését, de amikor már ország, világ előtt nyilvánvaló volt, beleállt és előhúzta a vallásszabadság plusz magánszféra ütőkártyáit. Ebben tökéletesen igaza is lenne, ha nem fonódna össze egészség misszionáriusi és gazdasági közszereplői minőségével a szientológia. Méghozzá mindjárt a kezdetektől. Az emlékezetes 92-es AIDS-gyógyító turnén Lenkei társa Szikra Tamás úgy szintén szientológus volt, egy időben még az egyház magyarországi vezetésére is esélyesnek mondták. Ebben a cikkben pedig azt olvasni, hogy Szikra doktornak utóbb elvették a diplomáját. Az egykori AIDS-gyógyító nevére keresve most a cégjegyzékben a régebbi találatoknál szerepel a neve előtt a doktor titulus, ami azonban a későbbi cégeknél eltűnik. A normális ügymenet fordított. Az emberek előbb nem voltak doktorok, majd megszerezték a titulust és úgy is maradtak. Szikra doktor Lenkeivel ellentétben mára csak nem teljesen visszavonult a magyar üzleti világból, a 2000-es évek elején még futtatott oktatással foglalkozó cégeket, köztük a tulajdonostársak révén szientológus kötődésűeket is. Mostanra azonban egyetlen vállalkozás van a nevén. A jelenlegi Lenkei cégcsoport központi vállalkozásának, a Vitamin zászlós hajónak az elnevezése megengedi az asszociációt a szientológus Rómában, azaz a floridai Clearwaterben található vallási központ, azaz a flag, vagyis zászló nevére. A Magyar Kft. Korábbi ügyvezetője volt, és más Lenkei cégben is szerepet vállalt, Miklovics Attila, aki nemrégiben még az egyház magyarországi szóvivőjeként közszerepelt. A valahai Lenkei résztulajdonban állt, tavaly felszámolással megszűnt Free Choice Kft., utolsó tulajdonosa pedig egy amerikai cég volt, amelynek székhelye történetesen, tadadám, Clearwaterben volt bejegyezve, magyarországi kézbesítési megbízottja pedig újfent Miklovics volt. Az egymással és ideológiai hadviselést folytató vallások, egyházak talán csak egy dologban értenek egyet. Jelesül, hogy a szientológiát nem tartják hitnek, sokkal inkább egy zavaros bizniszmodellnek. Ezt a nézetet történetesen osztja a világ számos titkos szolgálata és bűnüldöző szerve, köztük a magyar is. A készenléti rendőrség például a mai napi nyoma személyes adattal visszaélés miatt az egyháznál. Ezt most érdeklődésünkre meg is erősítette a rendőrség sajtóirodája. Hitbeli meggyőződést persze fel tudnak mutatni a szientológusok is. Voltak éppen egy Z-kategóriás sci-fi forgatókönyvét. A legjobb, ha Tótavét Árpád publicista összefoglalóját idézzük, az övénél érzékletesebb rezümét keresve sem találnánk. Tehát a szientológusok 75 millió évvel ezelőttől számolják az emberiség történetét.
Ekkor az történt, hogy a galaxis uraló földönkívüli Lord Xenu megelégelte a túlszaporodást, ezért alattvalói közül sok milliót lefagyasztott, DC-8-as repülőgépeken a földre szállított, majd vulkánok köré pakolta és hidrogénbombák segítségével megsemmisítette őket. Ez az igazság a szientológusok szerint, és nem más. A hitelvek elvileg nem nyilvánosak, mivel a szientológusok pont azzal keresik a kenyerüket, hogy pénzért kínálják a megvilágosodást sok lépcsőben. Az utolsó, akár dollármilliókba fájó mozaik kockával kirakott képet egy kiugrott szientológus terítette még annak idején. Grabbed me and threw me into the back seat of a car and sat on me and wouldn't let me, held my hands down and wouldn't let me go. I received a bill from Scientology for over $150,000 for the courses that I did while I was there. I started working in an organization in Albuquerque, New Mexico at the age of 9. Csak 11 évesen aláírtál egy szerződést 1 milliárd évre, hogy szívottak leszel. Igen, amikor az etikatisztek abba hagyták az ordibálást, szerintem akkor kikéreckedtem WC-re, és úgy bejtettem az orvosi szobát, ahol tudtam, hogy az első segélydobozban van egy szike, és bezárkoztam bele a WC-re. Lenkei Gábor testvére, a vele üzletileg is együttmozgó Lenkei György úgy szintén közel áll a szientológiához. Az egyházhoz kötődő pszichiátria ellenes állampolgári bizottság, az Emberi Jogokért Közép-Európa Alapítvány kurátora. Távol álljon tőlünk, bárkinek a meggyőződéséből gúny tűzni, de ha mindehhez a blödlihez még szétszakított családok, fenyegetésektől tartva rejtőzködő, hitelhagyottak, valóságos sztoriai is kapcsolódnak, akkor azért nem árt erős kétkedéssel fogadni az egyházhoz erős szálakkal kötődő bizniszbirodalom világi, gazdasági tevékenységét sem. Különösen, ha ez a biznisz frontembere nagyon is létező közegészségügyi fenyegetések relativizálásával is igyekszik életben tartani a fogyasztói érdeklődést. Azt már tudjuk, mit gondolt a COVID-19-ről Lenkei doktor, még ha azóta törölte is a mondandóját. De mik a legfontosabb állítások vitaminügyben, és melyek azok, amik kockázatosak lehetnek annak, aki elhiszi? Nem a doktor interjú zsarolásának enged be, hanem kifejezett szakmai kötelességből átrágtuk magunkat jó pár videón, ahogy már említettük, orvos szakértő bevonásával. Lenkei anyagaiban visszatérő motívum a gyógyszerlobbi, már tisztáztuk, vitamin forgalmazás terén neki a konkurencia, savazása, de adott esetben szó esik magukról a vitaminokról is. Két erős fő mondás hámozható ki. Mégpedig a megfelelő mennyiségben adagolt vitamin szedésével gyakorlatilag elkerülhető minden nyavaja, és hogy nem létezik olyan, hogy túladagolás, utóbbi úgy szintén a gyógyszerlobbi soha nem bizonyított állítása már Lenkei szerint. Kifejezetten a D-vitaminokkal kapcsolatban is állítja Lenkei, idézem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a vitamin adag növelése nem jár kockázattal. Na most! A legfontosabb tudnivaló Lenkei állításával szemben, hogy a vitaminok, nyomelemek, ásványi anyagok kiegyensúlyozott étrend mellett biztosan elegendő mennyiségben kerülnek a szervezetbe. Az elegendő mennyiség többszöröse nem alkalmas az ellenálló képesség és az életerő növelésére. Nincs egyetlen komoly tudományos evidencia, amely alátámasztaná a feleslegesen adagolt vitaminok jótékony hatását. Ráadásul a túltolt cuccokkal a világon dr. Lenkei előtt is számtalan kudarcos próbálkozás történt. A doktor még ebben sem úttörő, tehát bármi is szeretné ezt a látszatot kelteni. Vitamin hiány állapot természetesen előfordul. Kóros következményei jól ismertek. Az okok következőképpen csoportosíthatóak. Először is, az étrend minősége elégtelen, például a hajós felfedezők C-vitamin hiánya okozta a skorbut, vagy az éhezők milliói Afrikában. Másodszor, kóros állapot akadályozza meg az elegendő vitamin, nyomelem, ásványi anyag szervezetbe kerülését, mint például a rosszindulatú daganatos megbetegedéseket kísérő súlyos étvágytalanság, vagy más, például gyulladásos bélbetegség okozta felszívódási zavar. Harmadszor pedig megnövekedett vitamin, nyomelem igény például várandóság idején vagy a változókorban. Vitamin hiány esetén a kórok azonosítása és lehetőség szerinti eliminálása az elsődleges megoldás. Ha viszont ez a nyavaják természete miatt csak részben kivitelezhető, célzott pótlás szükséges. A hangsúly pedig a célzott szón van, ami szakorvosi vizsgálatot és ajánlást feltételez. Összefoglalva,
az egészséges emberek vitamin túlfogyasztása buzdítása, panaszos emberek hitegetése, a túlfogyasztás csodaszerként interpretálása súlyosan, morálisan és alig, ha nem jogilag is elítélendő kellene, hogy legyen. De láthatóan nem az Magyarországon. Nézzük meg most néhány konkrét példát Lenkei állításaiból, mégpedig a C-vitaminnal összefüggésben. Talán nincs is olyan ember, aki ne hallotta volna azt a kijelentést, amely szerint a sok C-vitamin vesekövet okoz. Tudnia kell, hogy nagyon könnyű megcáfolni ezt a kijelentést. Azért, mert egy, a tapasztalati tények egyáltalán nem támasztják alá a kijelentés igazságtartalmát, és kettő, a tudományos kutatási adatok is megcáfolják azt. Akkor ezt tisztázzuk. A C-vitamin növeli a vizelet oxalát kiválasztását és növeli a vesekő kockázatát. Egy 23.355 férfin végzett vizsgálatban, ezek olyan személyek voltak, akiknek még nem volt vesekűvük, és akiket 12 éven át követtek, a C-vitamin szedő, de egyéb kiegészítőket nem fogyasztó férfiaknál kétszer olyan valószínű volt, hogy vesekő alakul ki, mint azoknál a férfiaknál, akik nem szedtek vitamin kiegészítőt. A vesekövek legnagyobb része úgynevezett kálcium-oxalátkő. A szervezetben képződő oxalát elsősorban a glicin és az aszkorbin sav, másnéven C-vitamin anyagcseréjéből származik. A nagy dózisú C-vitamin kezelés ezért fokozott oxalát képződéshez vezethet. A vesekövességre hajlamosító anyagokkal végzett tanulmány becslése szerint a vizelet oxalát kiválasztása napi 6 vagy 13 mg-ra növekszik minden 500 mg per nap feletti C-vitamin bevitel esetén. A későbbi anyagcsere vizsgálatok kimutatták, hogy a napi 2000 mg C-vitamin bevétele jelentősen növeli a vizelet oxalát kiválasztását, nem csak a kálcium oxalát vesekövességre hajlamos személyekben, de a normál kontrollbetegekben is. Két férfiakon végzett tanulmány szerint a kőkockázat megnövekedett, ha nagyobb mennyiségű C-vitamint szednek, ám úgy tűnik, hogy nem okoz megnövekedett kockázatot nőkben. A legtöbb kutató azt javasolja, hogy a C-vitamin bevitelt az ajánlott mennyiségre, vagyis 90 mg per napra korlátozzák az olyan betegek körében, akiknek kortörténetében kálcium-oxalát kövek voltak. Nézzük először a tapasztalati tényeket. Egyszerűen csak használjuk a józan eszünket. Egy, tudható, hogy emberek 10 milliói fogyasztanak a rémhír által soknak nevezett mennyiségű C-vitamin. Ebből fakadóan kettő, ha a legenda igaz lenne, akkor a sok C-vitamin már emberek tömegeinél okozott volna vesekövet. Millió számra lennének körülöttünk ilyen veseköves emberek. Mint ahogy vannak is millió számra, hiszen a vesekövesség gyakori, ráadásul növekvő tendenciát mutat. Az átlag előfordulási gyakoriság országtól függően 5-10% között mozog. Persze eljöhetne az a válasz, hogy ezek nem mind olyan kövek, amelyekre a C-vitamin hajlamosít, mert ugye, hogy az előbb tisztáztuk, azok csak a kálciumoxalát kövek. Csak hogy épp ezek a kövek a leggyakoribbak. A vesekövek kb. 70-80%-át ezek alkotják. Fontos azt is megemlíteni, hogy az úgynevezett randomizált klinikai vizsgálatok eredményei nem támasztották alá a C-vitamin kiegészítő krónikus betegségek megelőzésére történő felhasználását. A C-vitamin nem tűnik előnyösnek sem a rák, vagy a szív-koszorú ér betegség primer vagy másodlagos megelőzésére, de szürkehályok prevenciójára sem. Erről számos cikk és review áll rendelkezésre. Van egy jól összefoglaló, ami az up-to-date adatbázis illetékes állásfoglalásában található. Ez szakértő orvosok által szerkesztett naprakész, tényekre alapuló ajánlásokat fogalmaz meg orvos kollégáik számára. Az ember számára javasolt napi adag 60 mg. Ez egy kis túlzással egy kövérebb tengeri malac napi adagja. Hogyan lehetne ez elegendő egy ember számára? A javasolt 60 mg-nál nagyobb mennyiség már soknak számít. Ez valóban ennyi volt. Több mint egy évtizeddel ezelőtt a C-vitamin napi javasolt beviteli értékét az EU-ban 2013-ban a nőknél 95 mg per napra, a férfiak esetében pedig 110 mg per napra emelték. És igen, a 200-250 mg-ot meghaladó mennyiség a vizelettel távozik, nem tárolódik a szervezetben. Éppen ezért okozhat akár vesekövet is. 1996-ban jelent meg egy tudományos közlemény. A szerzők azt vizsgálták meglehetős alapossággal, hogy okoz-e a C-vitamin vesekövet. Itt vannak a számok.
6 éven át követték 45.251 olyan férfi sorsát, akik 40 és 75 év közöttiek voltak. Ez a vesekő képződésre leginkább hajlamos korosztály. A vizsgálatban résztvevő urak naponta legkevesebb 1500 mg-nyi, vagy annál több C-vitamint fogyasztottak, azaz a javasolt 60 mg-os napi adag legkevesebb 25-szörösét. A vizsgálat a következő megnyugtató eredménnyel zárult. A C-vitamin nem okoz vesekövet. Bár Lenkei itt sem közli, hogy melyik tanulmányra utal, a kutatásunk alapján úgy tűnik nekünk, hogy ez a cikk lehet hivatkozásának az alapja. Lenkei ugyanakkor nagyvonalúan kihagyja az ismertetéséből, hogy ugyanez a munkacsoport pár évvel később egy hosszabb követéses vizsgálat elemzését követően több közleményben igenis megerősítette a C-vitamin szedés és a vesekövesség összefüggését a férfiak esetében. Megismerve a Pasztilla mester állításainak tudományos cáfolatait, nem tűnik túlzásnak, hogy akár jogi kérdéseket is felvetett Lenkeiék önreklámja. A Magyar Orvosi Kamarát kérdeztük is, Kincses Gyula elnök azt válaszolta, hogy Lenkei doktor nem tagja a kamarának, így az nem hivatott semmiféle eljárásra vele kapcsolatban. Korábban a gazdasági versenyhivatal és az ANTS is hozott elmarasztoló határozatokat a Lenkei féle cégekkel szemben. Az ANTS második embere még televíziós vitát is bevállalt Lenkeivel. A tiszti orvosi szolgálat annak idején beszedette a polcokról Lenkei 22 termékét azzal az indoklással, hogy azoknak igen magas a vitamin, koenzim Q10 és flavonoid tartalmuk, illetve élelmiszerkészítményben, étrend kiegészítőben nem megengedett gyógynövény, növényi por és kivonat tartalmuk. Ráadásul az történt, mint a figyelőnek annak idején az Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Intézetnél elmondták, hogy Lenkeiék piacra dobtak új portékákat, mint utóbb kiderült, közülük 18 összetételen megegyezett azokéval, amiket korábban az ANTS betiltott. Ez úgy fordulhatott elő, hogy az étrend kiegészítők forgalmazása nem engedély, csak bejelentés köteles. Az OET kvázi automatikusan lajstromozza az új termékeket, csak ezután vizsgálják meg a portékákat, és ha gondot észlelnek, akkor jelentik a tiszti orvosi szolgálatnak. Csak hogy a bíróság utóbb Lenkeiék felülvizsgálati kéremének adott helyt. Legalábbis ezt kürtölte világán nemrégiben az üzletember. Szerettük volna megtudni, vajon mi volt a bíróság részletes indoklása, de Lenkeitől nem kaptuk meg az ítéletet betekintésre. Kerestük Falus Ferencet is, aki az ANTS versus Lenkei csörte idején az országos tiszti főorvos volt, de ő sem kívánt nyilatkozni. Az OET honlapján jelenleg több tucatnyi Lenkei termék szerepel a bejelentettek között. A forgalomba hozataltól eltiltott készítmények között azonban nem szerepel egyetlen vitaminjuk sem. Ezeket a készítményeket korlátozás nélkül ma is tömegek fogyasztják. Tenni mindez ellen sokkal többet nem tudunk, mint hogy a lehető legnagyobb alapossággal és több szakértő bevonásával elkészítettük ezt az adást, és közben mi is abból merítünk erőt, amiből maga a pasztillamester is. Mi ad erőt? Az erő? Mi ad erőt? Mi ad erőt? Az ad erőt, hogy az igazság végül mindig győz. Mindig győzött és mindig győzni is fog. Ennyi volt már a Napi Partizán. Napi Partizán a legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Nyilván egy sokakat megosztó, sokakat izgató kérdéssel foglalkoztunk a mai adásban is. Éppen ezért bátran arra buzítok mindenkit, hogy itt a komment szekcióban indítsunk vitát az elhangzottakról, tegyétek fel a kérdéseiteket. Mindenképpen kövessétek be a csatornát, csatlakozzatok a Facebook oldalunkhoz, illetve a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha pedig szeretnéd a tartalmainkat és szeretnél részt vállalni a finanszírozásunkból, akkor kérlek, hogy csatlakozz a patronálóink közé, az itt a videó alatti leírásban megtalálható Patreon oldalunkon keresztül. Előre is köszönjük, a támogatóink száma ugyanis a mai nappal már átlépte az 1000 főt, fantasztikus ez a szám, megyünk tovább. Holnap este 6-kor pedig érkezik a következő Napi Partizán. A teljes táv nevében köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam, ciao.